piros a vér a Pesti utcán. Munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter, kit lövetsz? Többek között Tamási Lajos Piros a vér a Pesti utcán című versével emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc hőseiről, áldozatairól. Hétfőn délután gyűltek össze a Jobbik Jászberényi alapszervezetének tagjai és a szimpatizánsok az 56-os emlékmű lábánál. Budai Lóránt elmondta, hogy a szervezet számára minden nemzeti ünnep fontos, de október 23-a talán a legfontosabb. Ennek két fő oka van. Az egyik, hogy a Korvin közlegendás parancsnoka személyesen adta át a magyar szabadság ügyét a pártnak. Pongrácz Gergely, a Korvin köz legendás parancsnoka pártunk alapülésén megható mondatokkal adta át nekünk, jobbikosoknak, szimbolikusan a lyukas zászlót és ezzel a magyar szabadság ügyét. Másik oka, hogy egy másik, ahogyan ő fogalmazott, 56-os pesti srác Murányi Levente még ma is a Jászberényi szervezet egyik vezetője. Így úgy érzi, hogy ők valamennyien 56-osok, vagy azzá kell lenniük. Túróci György alelnök idézte fel az 56-os eseményeket visszaemlékezésében, majd koszorút és mécseseket helyeztek el az emlékmű lábánál az egyesületi tagok.